Én megértem, hogy mindenki kíváncsi arra, hogy kikinek a párja, és kikivel mit csinál, mert Abszolút. így vagyunk bekötve. Tehát annak idején, nem tudom, a nagymamám, meg a nagypapám is az falu összes titkát tudták. Nagyon sok beteg ember írt, hogy hisznek a gyógyulásban, és még sorolhatnám, és gondolj bele, hogy ott álltam, nem tudom, 24 évesen, és így egy ilyen ajándékot kaptam az élettől, hogy én ezt tolmácsolhattam emberek felé. Akkor mondta a Piroska, képzeld el, hogy tehetséges a lány, menjen el egy évre valahova tanodába, tanuljon, és aztán jöjjön vissza egy év múlva, meglátjuk, hogy soha többé nem mentem vissza, viszont a Molnár Piroskával együtt játszottam a Keresztanyú című sorozatban. Sziasztok! Újra jelentkezek a Mizu Petrával következő részével. A mai vendégemről kimerem jelenteni, hogy csak úgy ragyog. Ezen pedig nem is csodálkozok, hiszen már bebizonyította tehetségét színésznőként és énekesnőként is. Ma eljött hozzánk, hogy egy picit beavathasson minket a mindennapjaiba. Köszöntöm a stúdióban Cserpes Laurát! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Petra, én is nagyon szépen köszönöm, meg köszönöm a kedves konferálást is. Hát de ez egyáltalán nem túlzás, tehát szuperül nézel ki. Mi a titkod? Köszönöm szépen. Hát igazából szerintem nagyon fontos ez minden nőnek, hogy így nem is minden nőnek, minden embernek, hogy megtalálja azt a balanszot így testileg és lelkileg is, ami ott leginkább egy ilyen nagyon jó állapotban tartja, és nekem az elmúlt éveimben azért volt erre lehetőségem, és kellett is ezzel foglalkoznom. Főleg egyébként tavaly volt egy olyan történés az életemben, egy ilyen majdnem műtét, egy ciszta miatt, ami miatt nagyon meg kellett találnom ezt a belső harmóniát. De azt gondolom, hogy megéri felkutatni ezt, mert hosszú távon ez fog egy olyan minőségi életre vezetni minket, ami minden szempontból kielégítő számunkra szerintem. És amit most te is élsz jelenleg, mert hát követlek Instagramon, és látom, hogy nagyon sok szépségápolással kapcsolatos, edzéssel kapcsolatos fotót és videót is posztolsz. Ez korábban is így volt, vagy miután kiderült ez a betegség, és eljutottál ehhez a majdnem műtéthez. Ez előtte is így volt, vagy ez most alakult ki? Hát nem, azért például a sporthoz való viszonyom az nagyon érdekes volt, mert bár kislánykoromban versenyszerűen tornáztam, még Európa-bajnokok is voltunk ilyen csoportosan. Oha. Tehát nekem a tánc meg a mozgás az részben anyukámtól ered, mert ő egyébként sportgimnasztikázott, és azért ő neki ez a gyönyörű mozgás, ez talán így tőle örököltem, hogy a mozgás szépségét nagyon szerettem, de csak azért mondom, hogy aztán ez megszűnt, mert hogy így gimnáziumban annyira nem volt kedvem nulladik tesire bejárni, hogy így magamnak írtam a felmentéseket anyukám nevében, amit aztán megtaláltak persze, úgyhogy csak ezt azért mesélem ezt zárójelbe, hogy ami most van, ez engem is meglep, hogy ennyire fontos lett a sport és a mozgás, de ez azért annak oda köthető, hogy 7 évvel ezelőtt nekem egy ilyen pajzsmirigy alulműködést állapítottak meg, Hashimoto pajzsmirigy alulműködést, illetve inzulinrezisztenciát. És hogy akkor én kb. Azt se tudtam, hogy hol van a pajzsmirigyem, meg mi ez és mit csinálsz, szóval nagyon, nagyon bele kellett magam ásni ebbe a történetbe, és nekem volt egy, és van egy doktornő, dr. Gajdács Ágnes, aki rengeteget segített ebben, hogy visszataláljak önmagamhoz, mert azért én azt gondolom, hogy nagyon sokunkat, nőket érint ez a probléma, és ez bizony az alakunkon, a hangulatunkon, mindenre rányomja a bélyeget, sokkal nehezebben kerülsz abba a formába, amit szeretnél elérni, illetve nekem főleg ezek az ilyen hangulatingadozások voltak elviselhetetlenek, hogy miért van mindig rossz kedvem, és miért vagyok mindig fáradt. És a sport segített neked abban. A sport nagyon sokat segített, illetve az egészséges életmód. Tehát, hogy a rendszeres evés, a nehéz dolgok... volt ez egyébként? Tehát, hogy ez egy út volt, amire így ráléptél, és akkor onnantól hétfőtől nem az, hogy fogyókúrázol, hanem egészséges életmódot fogsz élni, vagy ez egy folyamat volt, amit ki kellett alakítanod? Nekem alapvetően az, hogy egészséges dolgokat tegyek, az nem okoz nehézséget. Én nagyon szeretem a zöldséget, gyümölcsöt, főzelékeket. Anyukám hál' Istennek mindig mindent elénk tett, és ezáltal nincs semmilyen undor bennem, semmilyen étel iránt. Nekem a rendszerességet volt nagyon nehéz bevezetnem, ugye elég hektikus életet élek, van olyan, hogy éjszakában nyúlóan stúdiózunk, akkor másnap lehet, hogy hajnalba kell kelni egy forgatás miatt, szóval,
hogy ezt volt inkább nehéz belőni, hogy akkor most mindig vigyem magammal, mindig legyen valami nálam, inkább talán ez volt a legnehezebb. Illetve én most is azt vallom, hogy ha 7 napból 6-ot úgy élsz és úgy kajálsz, hogy akkor az jót tesz a te testednek, és azzal jó dolgokat viszel be, akkor nyugodtan megengedheted magadnak a 7. napon azt, hogy valami olyat tegyél. Igen. Tehát én nem vagyok azért a radikális dolgoknak a híve, mert szerintem az lelkileg is az embert így megnyomorítja, hogy valahogy meg kell találni ezt a balanszot ebben is. És te megtaláltad, és hát látszik is rajtad, mert tényleg nagyon szuperül nézel ki, viszont ahogy említetted, azért egy egyensúlyt ezt ki kellett alakítanod, és hogy korábban esetleg volt olyan, hogy mondjuk a külsődre negatív, vagy akár pozitív visszajelzéseket kaptál a kommentelőktől. Persze. Hát gondolj bele, hogy eleve azért egy énekesnő, sokat van színpadon, folyamatosan ki vagy téve bármilyen megjegyzéseknek, és abban az időszakomban nekem volt olyan, hogy nem tudom, 5-6 kg feljött rám, és mivel pici vagyok, ezért ez hamar meglátszik. Meg egyébként is nekem egy nőies alkatom van, amit én egyáltalán nem bánok, sőt, nagyon megszerettem már az elmúlt években azt, hogy én ilyen vagyok. Hál' Istennek, hogy van ez a Kim Kardashian ilyenféle vonulat, meg a Beyoncé, és sorolhatnám, és J-Lo, és hogy az, hogy te nőies alkatú vagy, az már nem szégyelni való dolog, mert nem csak a tökéletes modell alkat az, ami működik. Tehát, hogy ez jó szerintem, hogy ilyen sokszínűek lehetünk már. És hogy igazából... Nézed egyébként ezeket a kommenteket? Tehát, hogy azt kérdeztem, hogy... Igen, közben jelentem egy másik irányba. Szóval, hogy volt olyan, igen, meg nyilván ezért az ember mindig találkozik ilyen hozzá véleményekkel, vagy bármivel, vagy lehet, hogy face-to-face kapsz valamit. És te olvasod a kommenteket? Nem mindig, de azért nyilván mondjuk a social media platformokon ott látom, hiszen én kezelem a saját oldalaimat, ez nincs kiadva senkinek. És volt olyan, hogy nagyon betalált valami, amit így megjegyeztél, mert szerintem vannak ilyen. Mindig van, és mindig lesz, szerintem. Én azt szoktam erre mondani, hogy tök jók ezek, amikor kiállunk bármi ellen, hogy ne bántsuk a testet, meg a stb. Viszont én azt gondolom, hogy ezt az egész problematikát nem fogjuk megszüntetni, mert mindig lesz olyan, aki attól érzi jól magát, hogy most egy ilyet beszól valakinek. Ezért van az is, megint oda tudok csak visszatérni, hogy amikor magaddal rendben vagy, a saját magaddal való kapcsolatod az egy jó kapcsolat, akkor ezeket így fel tudod könnyen dolgozni, és így elengedett. Tehát lehet, hogy egy pillanatra megérkezik, lehet, hogy nem esik jól, de aztán tovább mész, és nem is emlékszel rá, mert hogy tudod, hogy ki vagy, és mit akarsz. És ha magaddal rendben vagy, akkor ezek így leperednek rólad is. Elolvasod, elkönyveled magadban, hogy hú, azért ez lehet, hogy nem volt olyan kellemes komment, és nem volt jó olvasni. De ez azért szerintem egy jó dolog, hogy így ezeken így tovább tudsz lendülni, mert szerintem nagyon sokan pörögnek azon, hogy miért bántják őket. Hát figyelj, te nem vagy ilyen? Hogyha az életet így fognánk fel, akkor szerintem nagyon szomorú életünk lenne, én azt gondolom. Főleg az, aki egyébként kiáll emberek elé, és gyakorlatilag vállalod azt, hogy ezeket megkaphatod bármikor, bárkitől, kiállsz, hogy lőjenek rád lényegében, akkor ezt valahogy fel kell fognod, hogy része annak, hogy te a nyilvánosság előtt éled egy bizonyos részét az életed, vagy a munkád miatt bizonyos részét a nyilvánosság előtt kell élned. És akkor ez benne van a pakliban. Valahogy meg kell tanulnod kezelni és magadban, és elfogadni ezeket a tényeket. És amit mondtam, hogy ez, én azt gondolom, hogy sajnos ezek nem fognak teljes mértékben megszűnni soha, amíg világ a világ, mert mindig lesz olyan, akinek ez okoz örömöt és jó érzést, hogy a másikat Abszolút. Bántja valamiért. De ha te ezt jól kezeled, akkor igazából akkor ez nem tud éket verni az életedben. Igen, és nem lesz attól rosszabb a te napod, mert elolvasol egy ilyen kommentet. Viszont ha már az Instagramodat említettem, és mondtam, hogy azért ezeket a nagyon szép tartalmakat én nézem is egyébként, szerintem nagyon sokan úgy vannak vele, hogy nagyon minőségi fotókat és videókat teszel közé. Jó esik amúgy, hogy ezt mondtam, köszönöm. Én régóta követlek téged, képzeld el, igen. És feltűnt, hogy azért posztolsz olyan képeket is, amelyeken azért már látjuk, hogy van egy pár sugal valamit, de soha nem tudjuk meg igazából ezekből a képen, hogy pontosan ki ő. Igen. És hát ez nyilván mindenki nagyon kíváncsi erre. Engem az érdekelne, hogy miért döntöttél úgy, hogy akkor őt most egy kicsit így megtartod magadnak, és
nem közölsz róla olyan képet, amin látszik az arca például. Igen, egyébként ez egy ilyen nagyon tudatos döntés volt a részemről, és hál' Istennek a másik felem is abszolút ezzel egyetértett első pillanattól kezdve. De így mondok erre egy nagyon egyszerű példát, hogy mielőtt a social media, meg a social platformok ennyire teret nyertek volna az életünkben, gondolj bele, hogy így voltál te, volt a párod, aztán nem tudom, családot alapítasz, jönnek a gyerekek, de hogy ez ti élitek meg ezeket a dolgokat, pillanatokat, volt kamerátok, volt fényképezőtök, de hogy nem kellett ezt feltétlenül másnak mutatni, mert ezt magatoknak, csak a tiétek volt, és ennek szerintem megvolt a maga bája, meg a maga intimitása, amit azt gondolom, hogy a social platformok egy kicsit más helyzetbe tettek az a mi lelkünkben, meg a mi fejünkben is, mert van egyfajta ilyen közléskényszer az embereken, én azt látom. Azon is, aki ismert, meg azon is, aki nem. Tehát, mintha ez egy ilyen kötelező dolog lenne, hogy ami nincs az Instán, az nem is létezik kb. De ez hogy... mindennel így van, tehát nem csak a párkapcsolata, hanem hogyha nem posztolod ki, hogy elmész mit futni, akkor az meg se történt. Igen. És nyilván az is, hogy eleve több mint 10 éve azért a médiában szervesen benne vagyok, és a munkámnak szerves része. Megtanultam látni azt, hogy mi az, ami még nekem komfortos, és mi az, ami nem. Tehát amíg még ezeket nem tapasztalod ki, addig nem tudhatod, volt hogy olyan, neked mi jó. Azt érezted, hogy egy kicsit így a média az túlságosan is befolyásolja a te életedet, és hogy túl sokat kell megmutatnod? Igazából szerintem ez összességében jellemző az emberekre, amit már említettem neked a social media miatt is. De alapvetően én megértem, hogy mindenki kíváncsi arra, hogy kikinek a párja, és kikivel mit csinál, mert így vagyunk bekötve. Tehát annak idején, nem tudom, a nagymamám, meg a nagypapám is az falu összes titkát tudták. Tehát, hogy igazából... Az enyémek most ezek is. Ezek csak így a helyszínek, meg a tér tágult, ugye a egyéb ilyen platformok lehetőségével, de hogy alapvetően az emberi kíváncsiság az ugyanúgy megmaradt, és ez szerintem nincs is semmi probléma. Én csak azért hoztam meg ezt a döntést, mert hogy én nagyon szeretném, hogy azt, ami az enyém, meg a miénk, az úgy is maradjon. Laura, és hát mert nagyon régóta színpadon vagy, képernyőn vagy, az egész ország előtt nőttél fel, és lettél ilyen, amilyen most vagy. Mikor döntötted el azt, hogy énekesnő szeretnél lenni? Hát azt egyébként nem is döntöttem el, hogy őszinte legyek, mert abban igazából belecsöppentem lényegében 2013-ban. Akkor csak azt, hogy szerepelni szeretnél. A szereplés, azt se döntöttem el, hogy őszinte legyek, mert hogy ahhoz el, hogy most szerepelsz. Kislánykoromban állatorvos szerettem volna lenni. Anyukám mondta, hogy én órákon keresztül néztem, ahogyan a hangyák vándorolnak, meg mindig volt ami kutya, macska, bármi. Arról nem is beszél, hogy az összes ilyen kóborállatot hazavittem, hogy megmentsem. Konkrétan még az ilyen kis verebeket, tudod, amik kiestek a fészekből, és akkor így, és mondták az állatkereskedésből, hogy hát hogy ezt biztos nem tudom megmenteni, de én mindent megpróbáltam mindig minden esetben. És volt, hogy sikerült például a kismacskákat. És hogy fordult át az állatorvosi karrierből arra, hogy színpadon állsz és szerepelsz? Hát úgy, hogy elég hamar rájöttem arra, hogy ez nem az én tésztám, és az irodalom mindig is nagyon vonzott. Tehát ilyen furcsa gyerek voltam, mert a szobámban mondtam a verseket, a monológokat, és azt hitték a szüleim, hogy valami kattanásom van kb. Mondjuk miután hazavitted a verebeket, én is elgondolkoztam volna rajta. Én nagyon furcsa kis gyerek voltam. Most is vannak furcsa dolgaim, de szerintem mindenkinek, aki valamiben alkot, mi vagy valamit csinál. Mi a legfurcsább tulajdonságod? Fú, a legfurcsább tulajdonságom? Ezt most én nem tudnék egyet kiemelni. Szerintem a hangulat ingadozásaim eléggé megterelőek tudnak lenni. Számomra vagy a környezetednek. Nekem is. Vagy például az, amikor mondjuk egy dal szerzési folyamatban vagyok, akkor ilyen nagyon furcsa vagyok önmagamnak is. Tehát ez egy olyan állapot, hogy ott muszáj leülnem a zongorámhoz, és hogy ott valaminek, ez nem tudom máshogy megmondani, de valaminek ki kell jönnie, és hogy az egy ilyen érdekes állapot. Azt egyébként azóta is így, miatt elkezdtem én is ugye írni a dalaimat, ez jó pár éve már így van, azóta ez egy nagyon érdekes állapot, hogy ott valami érzelem így összpontosul benned, lesz egy ilyen gócpont, és akkor az így egyszer csak elkezd egy ilyen zenébe átfordulni, és ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem.
Igen, és mikor érted az első saját dalodat? Erre is van egy családi sztori, csak hogy elmeséljem ezt, hogy mennyire nem voltam egyébként ez a szereplős típus, és hogy egyébként az én szüleim, tehát én nem az a kislány voltam. Támogattak téged egyébként? Nem, pont ezt akarom elmondani, hogy én nem az a kislány voltam, hogy a karácsony falába áll, és akkor menj bele az angyal. Tehát hogy én egyáltalán nem ez voltam, és a szüleim sem tutóigattak úgymond ebbe az irányba. És képzeld el, hogy egyszer valahogy, nem tudom, valami ismerősömön keresztül eltéve jöttem egy ilyen stúdióba, de egy ilyen kis, nagyon kis vidéki stúdiót képzelj el, hogy épp hogy volt egy mikrofon, meg fel tudtuk venni, és hogy én írtam egy dalt a családunkról. A húgom azóta is szívat. Egy sort énekelj el belőle, kérlek, várján, szépen. Várján, hogy is volt? Hogy volt? Mindjárt visszaemlékszem. Mert mi egy nagy és... hangos család, valami ilyesmi, nem tudom, mi volt, nem emlékszem a szövegre, csak a dallam valamennyire. De azért lényeg, hogy én ezt felvettük stúdióban, életem első stúdiózása volt, és ebben mindenkiről, apukámról, anyukámról, a tesóimról, mindenkiről volt egy mondat, tudod? És így a családról, és én elképzeltem, hogy ezt átadom karácsonykor, és hogy ott mindenki majd ilyen áhítatba kerül, és akkor átölelnek, és szeretnek, nem? Betettem a CD-t, oda hívtam, hogy akkor hallgassátok, és akkor tudod, mindenki megállt egy pillanatra, és akkor így kb. A harmadik mondatnál apukám mondta, hogy na jó, be a gyere, terítsd meg az asztalt, Zozika, gyertek, hozd a halat, nem tudom, hol a halászlé. És hamar túltették magukat a produkción, de hát azóta gondolom azért ez már megfordult, és hogyha előadásaid vannak, vagy éppen mész fellépni, akkor gondolom támogatnak, tehát azért nyugtasd meg, hogy így ez megváltozott. Egyébként az Eurovíziós dalverseny a 2013-os, amikor az Éjpont úgy dalommal bekerültünk, hogy először a 30 legjobb dal közé, aztán a nemzeti döntőig, az volt ez a pillanat. Mert akkor nagyon érezték szerintem rajtam, hogy nekem van egy erőteljes misszióm. Akkor érezted először, hogy úgy igazán hogy akarom. Rád. Igen, és hogy akarom is ezt. Tehát akkor fordult át bennem is ez a dolog arra, abba az irányba, hogy akkor, ha erre van szükség, hogy ilyen fajsúlyos témákról tudjak énekelni, és erre, és ezt tényleg akarja a közönség, és képzeld el, hogy ott minden egyes élőadás után több száz, ha nem ezer levelet kaptunk, és a könnyen és a legtöbb pozitív kicsordult. Volt belőle. Hát még ennél több. Azt mondanám neked, hogy tényleg annak a dalnak volt egy olyan erőteljes missziója, hogy nagyon sok beteg ember írt, hogy hisznek a gyógyulásban, és még sorolhatnám, és gondolj bele, hogy ott álltam, nem tudom, 24 évesen, és így egy ilyen ajándékot kaptam az élettől, hogy én ezt tolmácsolhattam emberek felé. És én akkor eldöntöttem, hogy oké, akkor én ezt szeretném csinálni. És ez a te utam. És ez az én utam, és ez egy nehéz út, mert tudod, ezzel szerintem könnyebb, amikor könnyedebben veszel dolgokat a pályáddal kapcsolatban is, de én nagyon határozott voltam ebben, és a mai napig is ez így nekem célkitűzésem, hogy mindig legyen valami olyan dolog abban az adott projektemben, ami miatt én tényleg azt nagyon akarom csinálni. És mi az, amit most nagyon szeretnél csinálni? Mit várhatunk tőled a következő hónapokban? Hát képzeld el, hogy most már az elmúlt két, már a pandémia elején elkezdtem írni egy kislemeznyi anyagot, ez itt már mindegyik az én szerzeményem lényegében. Somogyvári Dani, aki a hangszerelést készített, és Demkó Matyi. Szóval ezek ilyen nagyon, nagyon, nagyon én vagyok már. Nagyon színes lett, mert hogy két év leforgása alatt született. Ezért ez hosszú idő. Hát ez hosszú idő. Az nagyon. Hosszú idő. Sőt, van olyan, hogy most érzem megint, amiről meséltem, ez az alkotási bónám jön, és most úgy érzem, hogy megint majd le kell ülnöm a zongorámhoz, és fognak jönni belőlem gondolatok, mire meg érzések. Mire számítasz, mikor fog megjelenni? Ez a dal, például a Szabadon lélegzem, az biztos, hogy most a tavasszal meg fog érkezni, és egyébként ehhez lesz egy featuring is, egy ilyen átdolgozása a dalnak. Azt még nem mondom el akkor, hogy ez kivel lesz, de ez már mind készül, és ez az, ami elsősorban most fog következni. Ugye a színészi munka, mert ugye említetted, hogy a színészi pályafutás, és ez nagyon érdekes, ezt még gyorsan elmesélem, hogy először színésznő akartam lenni, mikor feljöttem Budapestre, sőt, elmondok egy történetet, a színművészetére egyetlen egyszer felvételiztem, és a vizsgabizottságban benne volt a Molnár Piroska,
aki nekem ilyen non plusz ultra volt már akkor is Pogány Judittal együtt. Akkor azért rajtad volt egy ilyen feszültség. Hogyne, és egyébként én éreztem is, hogy azért én ott még nem, tehát hogy azt érzi szerintem az ember, amikor egy ajtón át tud menni, már ilyen fiatalon is, és akkor én azt éreztem, hogy ez most még nem az a pillanat. És akkor ott ugye nem jutottam tovább, és kint ültünk a szüleimmel. Csalódott voltál? Persze, hát azért az azért nem olyan jó érzés, amikor hát, valami nem sikerül. Nyilván nem, de azért ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nehéz megugrani azt, hogy bekerülj egy ilyen egyetemre. Kevés embert vesznek fel persze. Első körben. Én azt gondolom, sőt, nagyon sok olyan színészóriás van, akit több egyszerre vettek fel, és ez nem von le a színészi tehetségből, én azt gondolom, hanem éppen akkor abban az adott stádiumodban még nem állsz készen erre. És emlékszem, hogy ott ültünk, és akkor kijöttek a vizsgabizottság tagja, és akkor az anyukám talán megkérdezte, hogy jaj, drága művésznő, hogy tud esetleg valamit javasolni, hát feljöttünk kapuvára, mit tudtuk mi, hogy hova kell menni, vagy mit kell csinálni. És akkor mondta a Piroska, kezded el, hogy tehetséges a lány, menjen el egy évre valahova tanodába, tanuljon, és aztán jöjjön vissza egy év múlva, meglátjuk, hogy soha többé nem mentem vissza, viszont a Molnár Piroskával együtt játszottam a Keresztanyú című sorozatban. Igen, azért, és ez azért egy bakancslistás volt, gondolom, hogy együtt játszatok valahol. Hát én nem gondoltam volna, hogy ez valaha megvalósul. Ja, tehát akkor tervben sem most gondolj bele, gondolj bele, hogy ezek olyan ajándékok voltak az élettől, amiket így ő egyébként emlékezett arra, nem, és én nem is mondtam soha, de hogy a Pogány Judittal is együtt játszottam, egy volt közös jelenetünk, arról meg nem is beszélve, hogy én úgy kerültem be a sorozatba, hogy a Gálvölgyi Jánossal volt a legtöbb jelenetem, akin felnőttem a Gálvölgyi show alatt, tehát én emlékszem, otthon ültünk a kis pizsamámba, és néztük és a Gálvölgyi show-t. Tehát, hogy most ezek tényleg azt mondom neked, hogy olyan ajándékok voltak az élettől úgy, hogy nem színésznő vagyok, tehát hogy nem végeztem. Nem jártál a színművészeti egyetemre, de attól függetlenül még és hogy ide bekerülni, az egy óriási dolog volt számomra, és én azt gondolom, hogy ezt soha az életben nem fogom elfelejteni. Szóval ezek úgy valahogy tudod, amit mondtam neked, hogyha jó helyen vagy, így magadban, akkor azt érzed. Azt érzed, és hogy akkor meglátod a lehetőséget, és amikor jön a lehetőség, akkor be tudsz már menni azon az ajtón. És ezért nagyon fontos, hogy magunkat mindig jó állapotba tartsuk. Na hát, Laura, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy elmesélted, hogy hogyan telnek a mindennapjaid. Köszönöm szépen, nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, olvassátok a blik.hu-t, kövessetek minket Instagramon, sőt a TikTokon is. Sziasztok!